Ketten osztoznak a Luxor határszámon belüli jackpotján. Hajdú Klára és Neumann Balázs szerencsés együttműködése. Sátor Dénes térképlabdája, mely már is világhódító útra indult. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse híradó. Budapesten vagyunk az Almási téren. A Hajdú Klára Neumann Balázs duó bensőséges hangulatú koncertjein saját szerzeményeket, jazz örökzöldeket, sőt popdalokat is előad. A két művész a Szerencse szombatban járt, és azt is elmesélték, hogy a szerencse hozta össze őket. I've got much to fight for you not to say, that I've gotta throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect country. Fehérváron jártam a Lausmann Gyula zeneművészeti szakközépiskolába, és bementem zongoraórára, benyitottam, és nem a Romhányi Áron ült ott, hanem a Neumann Balázs. És így ismerkedtünk meg, mint tanár és diák, és aztán ő készített fel a főiskolára, a Zeneakadémiára. Úgyhogy így indult a kapcsolatunk, és aztán együtt muzsikálás lett belőle. Én azért vagyok mellette, hogy ő a legkomfortosabban, a legkényelmesebben érezze magát, és egymást inspiráljuk, hiszen egy improvizatív műfajról van szó, tehát minden egyes alkalommal másképp adjuk elő a darabokat. A jazz sajátja az improvizáció. A két művész folyamatosan kommunikál egymással előadás közben. Az évtizedek alatt kialakult jelek vannak. Nincs központ, tehát ez nincs kővevésve, és nincs leírva sehol, de egész pontosan a zenei szituációból is kiderül egyébként, hogy ha akkor néz oda, amikor az történik zeneileg, akkor tudom, hogy mit szeretne. Ha ez igaz. Igen. Ez egy szerencsés szituáció volt, hogy aznap én mondjuk pont nem voltam beteg, amikor egyszer jött helyettesíteni a Balázs zongoraórát. Úgyhogy, ha mi nem találkozunk, akkor lehet, hogy sokkal később ismerjük meg egymást, és egész más lesz a viszony, vagy más lesz a kapcsolat. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, hogy így történt, és valószínűleg ez valóban a szerencsének köszönhető. A Szerencsejáték ZRT háziasszony a Nyíri Zsuzsi. Zsuzsi, van-e valamilyen saját találmányod? Hát én leginkább a konyhában vagyok kreatív, nagyon finom pálcokat, ragukat, salátákat, süteményeket készítek saját kultfőből. Nagyon jól hangzik. Igen, és neked, Géza? Hát én fel még nem találtam semmit, viszont megtaláltam első játékosunkat, megkérek, hogy mutatkozz be. József vagyok. Józsi, mi az a találmány, ami leginkább megkönnyíti a mindennapjaidat? Hát talán a vonalzó. Sokat vágok papírt a munkahelyemen mostanában. Én kiállítás építéssel foglalkozom. 50 másodperc alatt 5 kérdést fogsz kapni, minden egyes helyes válasz egy ilyen sorsjegycsomagot ér. Passzolhatsz nyugodtan, ha nem tudod a választ, és visszatérünk rá. Rendben. Zsuzsi, indítsd az órát! Mikor sorsolják géppel az ötös lottó nyerőszámait? Ha a Luxor utolsó nyerőszáma páros, vagy ha páratlan? Hogyha... páratlan. Ha páratlan, egy jó válasz. 19 éve a mai napon lépett fel a budapesti Népstadionban Michael Jackson. Melyik nem az ő slágere? I Want You Back, Like a Prayer, Man in the Mirror. I Want You Back, Like a Prayer, az Madonna slágere. Két jó válasz. Naponta hány tojást tojik átlagosan egy tyúk? Egy. Egyet, három jó válasz. Melyik zenei stílus jellegzetessége az improvizáció? Pop vagy jazz? Jazz. Négy jó válasz. Nevezd meg a hármas kék metró legalább négy megállóját. Lehel-tér, Nyugati, Arany János utca, Deák tér. Bingo! Gratulálok! Az öt jó válasz, azért szeretettel nyújtom át a nyereményedet, öt sorsét csomagot. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk. Köszönöm. Lássuk, voltak-e mások is olyan sikeresek, mint most Józsi. Nézzük az elmúlt hét nap nyereményeit. Az ötös lottón a 22 darab négyes tulajdonosa több mint 2.700.000 forintot nyert. A hatos lottón az 51 darab ötös közel 300.000 forintot fizet. A skandináv lottón az egy darab teli találat több mint 40 millió forintot ér. A Jokeren 5-en kapnak fejenként 1 millió forintot. A Luxorban a két darab határszámon belüli jackpot tulajdonosa közel 26 millió forintot vihet haza. A Totón 13 plusz 1 meccsre 10 játékos is jól tippelt, nyereményük 750.000 forint. Az Eurojackpoton az egy darab 5 plusz 2-es bruttó közel 39 millió eurót fizet. 2011-ben tette fel először a kérdést a Szerencsejáték ZRT és az A38 hajó, hogy vajon tehetség vagy szerencse kell ahhoz, hogy valaki betörjön a zenei életbe. Azóta több százan bizonyították tehetségüket, és jó hírünk van,
Idén újra lesz talentométer, még 20 napig lehet jelentkezni a tehetségkutatóra, amelynek műsorvezetői most a Galán testvérek lesznek. Amelynek az egyik tagja én magam volnék. A világ egyik leghíresebb klubjával, az A38-al már a 5. alkalom, hogy megrendezi a Szerencsejáték ZRT a Talentométer tehetségprogramot. Október közepéig lehet jelentkezni 5 különböző zenei kategóriában, illetve ezen kívül még lesz egy fotós Talentométer tehetségkutató is. Október közepéig lehet jelentkezni a talentometer.hu honlapon keresztül pedig minden részletes információt meg lehet kapni. Rajtuk kívül a Rubik kocka utódját is keresik, játékfejlesztők is megmérettethetik magukat. Azok is, akik már a döntőben részt vettek, különböző egyéb nyereményekben részesülnek. Többnyire olyan díjakról van szó, ami elősegíti a zenekaroknak a további előre mozdulását. A fiatal nemzedékben van az innováció, a megújulás képessége, és hiszünk abban, hogy egy kis szerencsével ezek elő is kerülhetnek. Épp ezért döntött úgy 5 évvel ezelőtt a Szerencsejáték ZRT, hogy egy olyan fiataloknak szóló tehetségkutató programot indít el, ami nem illeszkedik a mainstreamben, de előhozhat olyan értékeket, ami egyébként nem került volna a felszínre. Már alig várom az októberi vasárnapokat. Folytassuk nézőjátékunkkal, 2 darab sorsjegycsomagot nyerhetnek, ha tudják a választ a következő kérdésre. Hányadik alkalommal rendezzük meg a talentométert? A válaszaikat a szerencsehíradókukat szerencsejáték.hu e-mail címre várjuk vasárnap éjfélig. Folytassuk második játékunkkal. Megkérem második játékosunkat, hogy mutatkozzon. Takács Lászlóné vagyok. Hogyan szólíthatom? Adrián. Felvételünk idején van a névnapja, úgyhogy Isten éltesse. Igen, köszönöm szépen. A szabályokat már ismeri? Zsuzsi, indíts az órát. Ma ünnepli születésnapját Kossuth Díjas művészünk Pogány Judit. Melyik híres rajzfilmben nem hallható a hangja? Huk vagy macskafogó? Tehát melyikben nem hallható? A macskafogó. Így van, egy jó válasz. Mi volt Moholy Nagy László foglalkozása? Festőfényképész vagy matematikus? Festőfényképész. Két jó válasz. Melyik szerencsejátékkal nyert valaki 923 millió forintot a nyár utolsó sorsolásán? Skandináv vagy hatos lottón? Hatosot? Három jó válasz. Mit jelez a bástya grafika a térképeken? Kilátót vagy erődöt? Erődöt. Kilátót. Sorolja fel a 7. kerülettel szomszédos 4 kerületet. A 6. Igen. A 14. Így van, és még 2. 6-14. A 8. Igen, és még 1. Végülis a belváros. Az 5. Így van, 4 jó válasz. Gratulálok. A 4 jó válaszért sok szeretettel nyújtom át a nyereményét. Nagyon szépen, szerencsét. Köszönöm. Bejárta az internetet egy fiatal magyar formatervező találmánya, az EGMAP, amely egy stresszlabda és egy Budapest térkép érdekes ötvözete. Lehet, hogy sok hasonló ötletes találmány érkezik a Talentométer kreatív játéktervező pályázatára. Sátor Dénes most bemutatja nekünk találmányát és elárulja, kellett-e szerencse a sikerhez. Így fog kinézni nem sokára az EGMAP, rajta Budapest térképével. Egyelőre Dénes egy lufin magyarázta meg a működését. Az EGMAP egy kézben elférő térkép, a legegyszerűbben elmondva, ami levegővel van töltve és rendkívül flexibilis anyagból van. Így, hogyha megnyomjuk a térképet, akkor kinagyulnak az részletek és egyéb információk. Ez egy tárgyi gag, egy ilyen tárgyi vicc, ami még kap egy kis funkciót is, és ezáltal szórakoztatóbbá tesz egy olyan mindennapi dolgot, ami egyébként mondjuk stresszes vagy problémás. Az ötlet bármennyire is meglepő egy születésnapi buli előkészületei közben jött. Pár évvel ezelőtt az egyik barátomnak születésnapja volt, és meg akartuk lepni, hogy elárasztjuk a lakását lufikkal. És szerencsére nekünk kellett felfújni ezt a sok lufit. A felirat a lufikon, ahogy belefújunk a lufiba, elkezd tágulni, illetve ha kieresztünk belőle a levegőt, akkor lekicsinyedik újra. Dénest világszerte rengetegen keresik, az EGMAP-re pedig Budapest térképe után a jövőben több európai város is felkerülhet. Nagyon nagy szakmai elismerésként élem meg, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Illetve hát remélem, hogy a további szakmai életemben ez majd előre visz, illetve segít. Szerencsésnek érzem magam, mert magam sem számítottam rá, hogy ennek az EGMAP-nek ekkora sikere lesz, és ez nyilván szerencse is kellett. Kedves nézőink, tartsanak velünk a jövő héten csütörtökön is. Nővéremmel együtt meglátogatjuk a Talentométer tavalyi győzteseit. Legyenek szerencsések addig is, a viszontlátásra!